Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig ismételten a munkanaplót látjátok. És egészen pontosan ebben az adásban egy Viessmann Vitodens 200-as készüléknek egy garanciális szervizét kell nekem megcsinálni. Ugyanis a cégünk, illetve hát gondolom a többi német cég is kapott egy levelet a Viessmanntól, amiben arra utasítottak bennünket, hogy egy kazán típusban lévő ventilátort, azt cserélni kell, mert elméletileg valami problémája van neki. Na hát akkor ezt fogom bemutatni, és akkor első körben le is bontom a készülékről a burkolatot. Na szóval a burkolat ugye szépen leszedve magáról a készülékről, és itt van ez az a ventilátor elem, amit nekünk itt szépen ki kell cserélni. A Viessmann elküldte természetesen az új ventilátort, amire cserélnünk kell, a régit pedig vissza kell majd küldjük a gyárba, aztán utána azt csinálnak valamit akarnak, de elsősorban nekünk itt a cseréről van szó. Egyébként csak szeretném mutatni azt, hogy ugye küldtek egy ilyen fényképet, ez hozzátartozik az e-mailhez, így lesz a legegyszerűbb, és ugye van egy 755 405 58 vagy 53-as kód, amit hogyha látunk, akkor ugye cserélni kell. És hát mutatnám is, hogy itt figyel ez a kód, és hát nem fogok tudni ettől közelebb menni, de mindesetre a számok azok stimmelnek, vagyis akkor elkezdhetjük lebontani ezt a ventilátort innen. Bontsuk ki az újat. Mindazokat, akik érdekel, a 78-65-437-es megrendelési számon tudja ezt a ventilátort ugyebár megrendelni, és hát így is néz ki. Itt van a ventilátor, egy hozzátartozó tümítészettel, és engedjétek meg, hogy megmutassam az új büszkeségemet, kifejezetten a Viessmann cégnek a vercoig szett, vagyis hát szerszámkészlete, amivel elméletek az összes kondenzációs kazánt meg lehet javítani. Itt van az összes olyan szerszám szükséglet, amire ugye szükséged lehet egy ilyen javításnál, de ez csak egy röpke kitérő volt. Most pusztán kíváncsiságból ezzel kívánok dolgozni, bár azt néztem, hogy már van hiány, tehát azért egy vízpumpafogót hozzá kell majd csapni a dologhoz, ugyanis hogy első körben ki kell nyitni a gázhollandert. A gázhollandert akkor láthatjátok, hogy szépen kioldottam, vezetékeket le, építettem, és ezt a négy darab Torx fejű csavart is eltávolítottam, és utána akkor ezt az égőfejet ki fogom minden tudni berhelni. És ez azért lesz egyszerű, mert ugye ez az egész szerelés ez sokkal jobb lesz, hogyha némi természetes fénybe fogom tudni csinálni, ugyanis egy padlástérben vagyok, ahol nincs lámpa, semmilyen világítás, és így a zseblámpámmal szórakozok itt. Tehát így megvan ennek is a romantikája. Na jó, kapjuk ki, és akkor legalább megnézzük, hogy ezt a kazánt ugye jó egy éve szerelték fel, akkor most megnézem, hogy egy év alatt milyen szennyeződés rakódott le az égéstérben. Ugye, ahogy elnézem, ez azért annyira nem vészes, tehát láthatjátok, hogy túlzottan sok szemét nincs benne, ezt akkor egy kicsit megtakarítom, és utána majd vissza is fogom tudni építeni. Egyébként ennek a kazánnak így egészen jó a szerelhetőségi tere, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezzel bármiféle gond lenne. Igazából tényleg hagytak benne teret a szerelőnek is, és teljesen jó megoldásokkal, tehát látjuk, milyen szexi, flexi csővel van ez berakva, ez a kiegyenlítő tartály is. Tehát ugye ennek sincsen semmi baj. Na jó van, akkor kapjuk szét az égőfejet, és tulajdonképpen a ventilátort bontsuk le róla, utána pedig építsük fel az újat. Tehát az égő fej itt van teljes egészében, és ugye azonnal, mint említettem, kaptam a Viessmanntól egy szerszámkészletet, apró gyengeségű, hogy imbusz kulcs nincs benne, de van nekem szintén Viessmannos ilyen T-imbusz kulcsom, látható, amivel ugye ezt, meg ezt, a másik csavart kell szépen leoldani, és akkor lejön ez a ventilátor a helyéről. Szóval itt van a régi ventilátor, és ugye itt van mellette az új. Na most láthatjátok, hogy a réginek a tetején ugye ott van egy piros színű tömítés, amit az égőfejnek erre az oldalára ugye be is építettem az újat, és akkor ide most felszerelem a ventilátort azzal a kettő darab imbusz csavarnak a segítségével.
végeztem is. Természetesen felszerelésre került a ventilátor. Láthatjátok, ott van a két imbuszfejű csavar, ami tartja az egészet. Itt belül pedig látszik, hogy ott figyel a tömítés. És hát ezek után már tényleg semmi más dolog nincs, csak az, hogy visszarakjuk a helyére, aztán bekössük a vezetékeket. Elérkeztünk a végéhez, be van visszaszerelve az egész égőfej, ugye a kábelek a helyén, tartócsavarok meghúzgálva, és természetesen a gázvonalander is visszacibálva a helyére, valamint szivárgás ellenőrző sprével az előbb körbe fújtam, megnéztem mindent, tehát nem folyik, nem szelel, semmi baja nincs a dolognak. Jó. Ugye még mielőtt azt mondanátok, hogy kevés benne a nyomás, elmondanám, hogy fent vagyok egy padlástéren, és innentől kezdve van alattam 4 szint, és az itteni szabályrendszer szerint ilyenkor 1,2-1,3, már nem szabad többet tölteni, és a statikus víz nyomás miatt odalent majdnem 3 bár a végeredmény, így is. Na, hát akkor kapcsoljuk be a készüléket. 66 fokot, 68 fokot mutat a kazán hőmérséklet, ugyebár a kis piktogram szerint ég benne a tűz. És akinek jó a füle, az hallhatja, hogy működik a ventilátor is szépen, tehát gyakorlatilag amiért jöttünk, azt elvégeztük, a garanciális csere megtörtént, a régit pedig visszaküldjük a gyárba. És hát gyakorlatilag nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ti a munkanaplót láttátok, egy Viessmann típusú kondenzációs gázkazánnak a garanciális szervizével. Amennyiben tetszett, úgy kérlek dobjatok egy lájkot, és abban az esetben, hogyha még nem vagytok a csapatnak a tagjai, akkor iratkozzatok fel. Igyekszek minden alkalommal valami újat és érdekeset hozni ebben a témakörben. Köszi a figyelmet, kívánok jó hétvégét, sziasztok!